Alázatos tiszteletem ismét a kedves nézőknek. Az első videómban bemutattam, hogy miként készül általam a kemencés kenyér, kemencés házi kenyér. Nagyon örülök annak, hogy több mint 8000-en voltak rá kíváncsiak, hogy hogyan lehet elkészíteni. És akkor abban a filmben én ígéretet tettem, hogy ha van rá igény, akkor megmutatom ennek a kemencés kenyérnek a panel változatát is, miszerint akik nem rendelkeznek kemencével, hogyan tudják ezt a minőséget pótolni konyhai körülmények között egy hőlékkeverésű sütőben. Nem olyan nagy fortély ez, de van benne egy nagyon fontos titok, amit nagyon sokan nem tudnak, ami által tudjuk ezt a minőséget abszorbálni. Én most a kenyérdagasztással külön nem foglalkoznék, akit érdekel, és kellenek a számok, a recept, itt alul, a videó alatt belinkelem a régebbi videót, az első filmet, minek alapján meg tudja nézni, nyomon tudja követni, hogy hogyan is alakul a kenyértészta elkészítése. Készen van a kovászos kenyértésztánk, nem kevés mennyiségben. Első körben ki fogjuk most a levegőt nyomni belőle, és a szakasztás, a szakajtás veszi kezdetét. Tökéletes, jó minőségű lett a tésztánk. Nagyon jó, ha lehet, hogy a mikrofonban egyébként hallatszik is, ahogy az élesztő gáz távozik a kenyértésztából. Nagyon jó sikerült tulajdonképpen megkeleszteni ezt a tésztát, és bízom benne, hogy ez majd a kenyér bélzetének minőségén is látszani fog. Most itt jelen pillanatban három kis buci szakajtót hoztam magammal, illetve egy ilyen hosszúkás szakajtóból kettőt. Ez azért jó, mert a sütőbe kettő ilyen kenyeret kényelmesen be tudunk rakni. Természetesen azt se várja el az ember, hogy egy háziasszonynak otthon a negyedik emeleti lakásban legyen sütőlapát. Éppen ezért más módszert alkalmazunk a kenyér bevetésénél. Sütőpapír, és a sütőpapírra ráhelyezzük a kenyerünket, megvágjuk, megmossuk, és úgy helyezzük be majd a sütőbe, de akkor már nem használjuk a hőlékkeverőt, csak kifejezetten a felfűtésig van rá szükség. 242-250 Celsius fokra kell, hogy felfűtsön a kis mini kemencénk, és ami itt is nagyon fontos, és mindenképpen kell, egy lehetőleg öntött vas edényben vizet teszünk a sütőtérbe, és az fogja majd nekünk a gőzt előállítani. A sütő indításánál ezt már elhelyezzük, hogy legyen idő a gőzképződéshez. Elkészítem az első kis bucimat. Megnyújtom. Itt tulajdonképpen a felületén egy ilyen szép, sima felület alakul ki. Ez így folyamatosan tekerem alá. Így. És amikor készen van, egyszerűen megfordítom, és belehelyezem a szakajtóba. Itt jön a második, ebből is kidolgozzuk az élesztőgázt. Erre egyébként azért van szükség, biztos, hogy láttatok már olyan kenyeret felvágva, és a bélzetben így hatalmas egérfészek nagyságú lyukak vannak. Ez azért van, mert nem volt normálisan kidolgozva a kenyérnek a tésztája. Itt is pukkant egy nagyot, tehát tulajdonképpen erre komoly hangsúlyt kell fektetni annak érdekében, hogy szép egyenletes bélzetünk legyen. Jelen pillanatban itt a Szentpéterföldi Mennyország Jurta Hotelben kaptam lehetőséget, hogy megsüssem a kenyeret. Ezúton köszönöm Enikőnek a Jurta kocsmát, hogy rendelkezésre bocsájtotta. Tulajdonképpen itt van egy jó kis jurta együttes, majd még sül a kenyér, meg fogom mutatni nektek. És tartozik hozzá egy nagyon jó kis kocsma étteremmel, és szerencsére van benne egy jó kis sütő is, amit most igénybe tudunk venni. Itt tulajdonképpen a szakajtóban egy 15-20 perces idő kell ahhoz, hogy megkeljen a kenyértésztánk, de ez nagy mértékben hőmérséklet függő. Tehát ha melegebb a környezeti hőmérséklet, akkor rövidebb idő kell a keléshez, hogyha hidegebb, akkor hosszabb. De mindenképpen a minimum 25 Celsius foknak meg kell lenni ahhoz, hogy érdemben tudjunk haladni. Most pedig akkor nézzük meg a mini kemencénket, vagy a hőlékkeverésű sütőt, hogy mi az a bizonyos titok, amivel tulajdonképpen tudjuk biztosítani majdnem ugyanazt a minőséget, mint a kemencébe sütött kenyér.
Itt vagyunk a Jurta kocsmában, tulajdonképpen ez itt a Frankó kis konyhája Enikőnek. Szeretnék rá kitérni, hogy tulajdonképpen mi is a titok abban, hogy egy ilyen hőlékkeverésű sütőben is tudjunk jó kenyeret sütni. Ennek a legfőbb tényezője kettő darab samott lap, amit nem tudom, meg tudunk-e mutatni itt a sütőtérben. Ezt a samott lapot be lehet szerezni egyébként tüzépen. Ez egy 3 centis vastagságú samotlap. Meg kell mérni a sütő méretét, és az alapján kell vásárolni. Tehát minimum legyen 3 centi vastag samotlapunk, és ezt helyezzük be a sütő aljába. Ugyanis mi is történik valójában? Itt is fontos az, hogy legalább 230-240 Celsius fokra felmelegedjen a sütőterünk, majd utána vetjük be ugye a kenyeret. Itt is bent van az a bizonyos öntött vas edény vízzel megtöltve, és ezáltal ugye gőz képződik a sütés alatt, ez is nagyon fontos. És tulajdonképpen, ha nem volna ez a samotlap, akkor miután kinyitjuk a sütőajtaját, majd betesszük a hideg kenyértésztánkat, annyira visszaesik a hőmérséklet 150 Celsius fokra, hogy tulajdonképpen a kenyérnek azt a féle kelési folyamatát akadályozunk meg, amire tulajdonképpen szüksége van ahhoz, hogy egy szép, megemelkedett formás kenyeret tudjunk sütni. Erre mondják a régi idős mamák, hogy bodagot készítettem, tehát lapos maradt, tulajdonképpen el lehet vele menni verekedni két nap után, nem ér semmit az egész. Viszont a samott lapunk tulajdonképpen úgy fog működni, mint egy puffer, lényegesen később fog a sütőnk egyébként felmelegni, de hát érthető, hiszen először a samotnak ezt az energiamennyiséget, hőmennyiséget át kell venni. Viszont miután kinyitjuk az ajtót és berakjuk a kenyerünket, majd miután becsuktuk vissza, nem lesz akkora hőveszteségünk, hogy ez problémát okozzon a kenyér kelésében, hiszen az élesztő gombák azok kb. 50-55 Celsius fokig működnek, és addig tulajdonképpen bent a sütés első fázisában is kell, a kenyerünk emelkedik, és hát ugye tudjuk nagyon jól, minél magasabbra emelkedik az a cipó, az a kenyér, az annál szebb, annál gusztusosabb, és tehát természetesen ez a bélzett minőségére is kihat, ebből adódóan lesz egy igazi jó minőségi kenyerünk. Egy nagyon nagy érdekességet szeretnék bemutatni, amit gondolom, hogy még sokan nem ismernek. Sohajda Gyula barátom Félegyházáról, akitől tanultam ezt a szakmát, úgymond, ő mérgezett meg a kemencében készült kenyér sütésével, úgyhogy neki köszönhetem ezt a tudást, ezúton is köszönöm. És hát káposztalevél is tökéletes sütőpapírunk lehet. Ezt már itt lemostuk szépen tisztára, és beletesszük egy tepsibe, lehetőleg minél alacsonyabb tepsibe, és tulajdonképpen erre a káposzta levélre fogjuk majd vetni a kenyerünket. Ez több okból érdekes. Egyik az, hogy a kenyér alja, ami érintkezik a levéllel, átveszi ezt a finom, kellemes ízt, majd amikor kisül, a káposzta levél erezetét is fel fogja venni. Ez igazából csak vizuálisan mondhatjuk egy kis optikai tuning a kenyérre, viszont itt, aki nem szereti a kenyérnek a héját, mert olyanok is vannak azért, valljuk be őszintén, pedig azt mondják régi öregek, hogy héjába a vitamin, de hát aki nem szereti, az is fogja szeretni, mert egy nagyon kellemes káposztás ízt ad, és nem keményedik meg, hiszen a káposzta levélből tulajdonképpen a kenyérből felszívódik a nedvesség tartalom, és egy fantasztikus élmény az egész. Aki ilyet még nem csinált, mindenképpen javaslom, ha csak lehet, akkor megbízható termelőtől szerezzük be a káposzta levelet. Azt is megsugom, hogy általában ingyen odaadják, hiszen az alsó levelekről beszélünk, ami még ugye nem képezi magát a káposzta termést, és azt egyébként is leszokták törni, és hozzá lehet jutni ilyenhez. Lehetőleg olyan helyről próbáljunk szerezni, ahol tudjuk azt, hogy nem permetezték a növényt valami brutális szerekkel, mert azért az semmiképpen nem tesz jót a szervezetnek. Tehát most megkelt a tésztánk, látjuk azt, hogy szépen kiemelkedett a szakajtóból. Amikor bevetettük, akkor még a szakajtó 3/4-nél volt a tészta, most már szépen kipuposodott. Itt nagyon kell vigyázni arra, hogy nem attól lesz jó a kenyerünk, hogy minél tovább kell, mert ha egy bizonyos idő után, ha túl kell a tésztánk, akkor tulajdonképpen, amikor megfordítjuk, rátesszük a káposzta levelünkre, akkor a laza tészta szerkezet véget platty összeesik, és akkor tulajdonképpen átestünk a ló túloldalára. Tehát pont el kell találni azt a minőséget a kenyér tésztában, amikor tökéletesen vethető. Itt akkor az elsőt már is elhelyezem a káposzta levélen, megvágjuk a kenyerünket legalább három
helyen. Ilyenkor azért már mindenki várja a végeredményt, ami körülbelül 60 perc múlva mutatja meg magát, és akkor már láthatjuk, hogy mit sütöttünk. Megnézzük a hőmérsékletet. A gőz kicsapott, ilyenkor a szemüveg miatt nem látok semmit, de szerencsére ez nem tartott sokáig. 231 Celsius fok, tökéletes, és fogjuk magunkat, berakjuk a kenyeret. Alul van tehát a samotlapra rá van helyezve az öntött vaselény, amiben ugye folyamatosan termelődik a gőz, és akkor a tepsit pedig középtájon helyezzük be így a sütőbe, és tulajdonképpen várunk körülbelül 50-60 percet, akkor van kész, és hát ez idő alatt van lehetőségünk arra, hogy ürítsen poharam a kedves nézők egészségére, és ezen túlmenően, hogy legyen egy kis érdekesség, amíg a kenyerek kisülnek, megmutatom, hogy milyen is ez a Mennyország Jurta Hotel. A Szentpéterföldi Mennyország Jurta Hotel 2024. április 1-én nyitotta meg kapuit. A falu határában egy eldugott kis helyen található kettő jurtaszállás, luxus jurtákkal, ami azt jelenti, hogy fürdőszoba, WC, nappali, hálószoba mind egyben kialakítva, és hát hozzá tartozik az a fantasztikus légkör, az a fantasztikus környezet, ami átöleli ezt az egész milliót. Két jurtaszállás van, és egy jurtakocsma, és egy fröccs terasz. A teraszról, amit most jelen pillanatban láthattok, ősszel a szarvasbőgés is megtekinthető, úgy képben és hangban is egy fantasztikus élmény. A fotósoknak ajánlom figyelmébe, akik szeretik az ilyen dolgokat megörökíteni, és persze hát a filmesek is, mert ez egy igazi csodálatos látvány a természetkedvelők részére. A Jurta Hotel felnőtt barát és kutya barát. 18 év feletti felnőtteket és bármilyen korú kutyusokat látnak szívesen vendégségbe. Egy jurtában 2+1 fő tud tartózkodni, pótággyal, franciágyas megoldások vannak, tehát kifejezetten párok részére a lehető legalkalmasabb, ideális, romantikus környezet. És hát ami nem elhanyagolandó, egy igazi bakancslistás hely. Eltelt körülbelül 30 perc, miután beraktuk a kenyerünket a sütőbe, és tulajdonképpen ugyanazt a műveletet végezzük el, mint anno a kemenc és kenyér esetében. Egy kontrollt végzünk, kivesszük a tepsiben lévő kenyerünket, és elhelyezzük, és hát látjuk, hogy gyönyörű szépen megkelt, feljött a kenyér, egy kis mosást hajtunk végre, és azt is látjuk, hogy egy kicsit már pirultabb a teteje a kis kenyerünknek, ami azt jelenti, hogy korrigálunk a hőfokon, tehát itt most nagyon jók vagyunk, illetve most már nincs szükségünk a gőzre, mert így már elérte a végső formáját a kenyerünk, ebből adódóan egy szinten lejjebb tudjuk rakni, és a készre sütésig ebben a pozícióban van a kenyér. Ne féljenek ezzel kísérletezni, kedves nézők, mert ez egy másik dimenzió. Ez a fajta kenyér, a házi kenyér, ez lényegesen jobb minőséget képvisel, lényegesen jobb ízű, és már maga az is benne foglaltatik, hogy a háziasszony a saját keze munkáját teszi az asztalra, a család asztalára, ebbe benne van az ő szeretete, az ő gondoskodása, teljesen más lesz az egész. Letelt az idő, és hát kíváncsian várjuk, hogy mi sült ki ebből a történetből. Nagyon figyeljünk oda, először is a kicsapódó gőzre, szerencsére a szemüveg megvédett ettől a balesettől, és íme itt vannak a kenyerek, megmossuk a kenyerünket mindig, sütés után, és hát halljuk, hogy repedezik a héja, ez mindenképpen jó jel.
próbálom megfogni, bár azért nagyon meleg, úgyhogy vissza kell vegyem a kesztyűt, csak meg szeretném mutatni, hogy a káposztalevelünk milyen eredményt hozott. Természetesen kiszáradt belőle az összes nedvesség, viszont szépen le lehet róla fejteni. És remélem a kamerában még maradt egy kicsit, de nem érdekes, a kamerában jól látszik, hogy itt van a káposztalevélnek a rajzolata, és hát ez az illat, ez azért magáért beszél. Az első kis bucink íme elkészült, megcsináljuk neki a helyet, kivesszük a másikat is. Íme, jól átsült, és hát ugye a káposztalevél bevédte nekünk a kenyér alját, nem égett meg. A kemencénél, amikor platóra vetjük a kenyeret, azért ott óvatosabban kell a hőmérséklettel bánni, nagyon nehéz egyébként hangolni. Ott hamarabb elkövethetjük azt a kis hibát, hogy tulajdonképpen megég egy kicsit a kenyérnek a héja. Nem marad más hátra, mint elbúcsúzom. Megmutatom ezt a szép kis kacsazsíros, piros paprikás, lilahagymás kenyeret. Azon érdeklődők, akik szeretnék ezt a filmben látottakat kamatoztatni, de kérdésük van, nagyon nagy szeretettel válaszolok minden kérdésre. Facebookon MC Lapi néven vagyok jelen, Messengeren is meg lehet engem találni, és szeretettel várom a kérdéseket. És hát sok sikert kívánok ehhez a házi kenyérhez. Én úgy gondolom, hogy sokak számára ez a legelérhetőbb megoldás. Tudom, hogy azért ez lényegesen munkásabb, mint bemenni a boltba, levenni a polcról egy kenyeret és a család asztalára tenni. Csak ilyenkor mindig gondoljuk arra, hogy ez a kenyér, a házi kenyér igazi minőséget tud produkálni, nem károsítja az egészségünket, és természetesen az ízvilága is, az állaga is lényegesen jobb, mint egy egyszerű bolti kenyér. Hozzáteszem, hogy a bolti kenyér is lehetne jó, de jelen pillanatban sajnos az üzletpolitika, a harácsolás, az önzés és a gyarlóság nem ezt diktálja. De mi ettől eltérhetünk. Én úgy gondolom, hogy bárki hozhat egy döntést, és megsütheti a család kenyerét otthon kényelmesen, jó minőségben. Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert, és persze jó étvágyat. Áldjon meg mindenkit a Jóisten. Sziasztok!